Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma Baján. Ahogy már szoktuk, az Om Nám mantrával kezdjük a mai dharma beszédet is. Ez az univerzum a maga tisztaságában, ezt mondjuk el közösen, kérlek, 7-szer. Om Nám. 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 Köszönöm szépen. Örömmel látok mindenkit a sorokban, és ezek a sorok most ritkábbak és rövidebbek, mint korábban, és ennek is megvan a maga törvényszerűsége. Nézd meg, hogy amikor először kerestél valamilyen spirituális irányzatot, vallást, gyakorlatot, azt miért tetted? Biztos, hogy nem az első ilyen helyen vagy. Legalább az interneten egy csomó mindennel megismerkedtél. És ahogy halad az idő és gyűlik a tapasztalat, egyre komolyabb illúzióvesztésen vagy túl. Mind magaddal szemben, hogy eddig mit és miért kerestél, mind a látogatott iskolákkal, helyekkel, vallásokkal szemben, hogy mit vártál és mit kaptál. És a zen sem különb, itt is illúzióvesztésről van szó. Különösen akkor, amikor nem rakunk eléd olyan szimbólumrendszereket, olyan intellektuális konstrukciókat, olyasféle lassítókat, amelyeken keresztül te másképp látnád magadat, mint ahogy tényleg vagy. Ezt hívják a tudatra való közvetlen rátekintésnek. És mivel az illúzióvesztés az nem egy közérzetjavító tevékenység, ezért nagyon sokan elpártolnak tőle, mert nem teljesültek a vágyak. Nem lettünk okosabbak, nem következtek be csodák, nem jelent meg a szent, nem jelentek meg olyan jelek, amelyekből a különböző ideálképeket, valóságát tudtuk volna váltani. De közben történtek olyan dolgok, amiket nem vártunk. Ráláttunk olyan megoldatlanságokra, amelyek az eddigi önképünket nem támogatják. Olyan házi feladatokra, amelyeket el kell végezni. A tanító, illetve tanítványai rávezethettek minket, hogy itt dolgozni kell. Itt gyakorolni kell ahhoz, hogy elérj valamit. Lehet hallgatni, lehet gondolkodni, lehet beszélgetni, de igazából túl sok mindent a cselekvés nélkül nem érsz el. Ha cselekszel, akkor van eredmény, ha nem cselekszel, akkor nincs eredmény. Épp ezért a zen egy nagyon világos, minőségorientált irányzat, ahol a jelenléten, a cselekvésen és az egyéni vélemények félrerakásán és ezen keresztül a realizációs praxison van a hangsúly. A világ problémái szerteágazóak és 10,000-félék. A zen mégis 1700 vagy esetleg 2500 éve, attól függ honnan nézzük, mindig ugyanazt a kérdést teszi fel. Kik vagyunk mi emberek, ezen belül ki vagyok én, és még mélyebben mi ez? Mi ez, ami most lát a szemeddel, beszél az én számmal, hall a füleddel, ott kint vezeti az autót, mi ez? És láthatóan közvetlen kapcsolata a világ problémáival nincs. Néha még az alkalmazott pszichológiával sincs, a test jólétével aztán végképp nincs, és kiderül, hogy mégis nagyon mélyen van. Ugyanis rákérdez arra az eredetre, arra a tudatra, amely ezt az egész világot teremti. Rákérdez arra a forrásra, ahonnan a gondolataid származnak, ahonnan az érzelmeid származnak, ami beszél benned, és ami cselekszik benned.
És éppen ezért nem a keletkezett dolgokkal foglalkozik elsősorban, hiszen azok már itt vannak, a teremtettségben vannak, keletkeztek, hanem azzal foglalkozik, hogy ezek hogyan jöttek létre, honnan jöttek. És hogyha másképp kell csinálnunk, hogyan csinálhatjuk másképp? Ez a felébredés folyamata. Ha megnézel egy betegséget, azt egy ideig lehet tüneti kezeléssel gyógyítani, és erre a tüneti kezelésre bizony szükség van. Szükség van a lázcsillapítóra, a borogatásra, az allopátiás gyógyszerre is, a homeopátiás gyógyszerre is. De hogyha a betegségnek a gyökerét nem tisztáztad le, amely bizony lehet például lelki eredetű, magyarul pszichoszomatikus betegség, akkor nem vetted ki a gyökerét, és a tüneti kezelés közepette újra fogja termelni az illető a traumát, így a betegséget. Mindaddig, amíg az azonosulás megvan egy bizonyos karmával, az egy bizonyos lelkiállapotot eredményez, és a lelkiállapotból következik a test állapota is. Bizonyos tudatállapot jellemző egy családra, abból következik a család kultúrája, abból következik a gyermekek karaktere is. Bizonyos tudatállapot jellemző egy csoportra, abból következik a csoport karmája, és a világhoz való viszonya is, beleértve más csoportokhoz való viszonyát is. És innentől kezdve nagyon érdekes a dolog, mint hogyha a sebességet váltottunk volna, és meghaladtuk azokat a részterületeket, vagy részproblémákat, amelyekkel oly szívesen időzzünk, és mutogatunk, hogy ott a baj, ott a baj, ott a baj, ott a baj, de azt nem mondjuk, hogy itt a baj, belül. Hogy a mi tudatunk nem tiszta, a mi karmánk nem egyszerű, hogy a mi viszonyaink nem rendezettek, és a mi cselekedeteink nem helyesek. És ez nem bűntudatkurzus. A bűntudat abból következik, hogy azonosulunk a hibáinkkal, és úgy vesszük őket magunkra, hogy azok kijavíthatatlanok lesznek, mert azonosulunk velük. A hiba látásából következik a kijavíthatósága. Hogyha betakarom vele a szememet, nem látom, ha látótávolságon kívülre száműzöm, akkor sem látom. Van egy olyan határ, ezt hívják a középútnak, hogy innentől idáig látom a hibámat, utána vagy túl messze van, vagy túl közel van. Ekkor tudunk ténylegesen látni, ezt hívja a Buddha vidyának, szanszkritul, és ez a látás, ez az eredeti mi voltában tükörszerű tiszta tudat az, ami a zen kutatásának a tárgya, de az alanya is, eszköze is és célja is. Az igazi motiváció pedig a saját megoldatlanságunk. Az a szenvedés, amit tapasztalunk egyéni, páros, családi és csoportos szinten egyaránt. A Buddha tehát nem valamiféle vallásos doktrinát, üdvtant, ideológiát tanított, hanem valami olyasmit, amivel a tudatunk tisztább lehet, amivel az emberi minőségünk emelkedhet, amivel csökkenthetjük szenvedésünket és azt a szenvedést, amit mi rovunk a világra. Világos, hogy a kettő csak együtt értelmezhető, mert hogyha nem csökkentem azt a szenvedést, amit én provok a világra, akkor a felém jövő szenvedés sem fog csökkenni. A kettőnek együtt kell járnia. Ezt a Mahayana nagyon komolyan hangsúlyozza, ez a cselekvő együttérzés alapja. Ne várjam el, hogy a világ jobb lesz hozzám, ha én magam nem változom. Ez egyébként a nyugati énfelfogás és a keleti tanok találkozásának egy forpontja, hogy nagyon sokan úgy szeretnénk eredményt elérni, hogy elsajátítjuk a materiális, értelmezhető és nyereségre fordítható aspektusait a keleti tanoknak, azokat dolgozunk, miközben visszautasítjuk a belső változást. Visszautasítjuk, hogy az úton ténylegesen haladjunk. Nincs addig változás a világban, amíg bennünk nincs. Nincs addig igazi realizáció, amíg az energiát befelé nem fordítjuk, és mély kérdést föl nem teszünk, és a kérdésre nem gyűjtjük össze a bátorságot, hogy elviseljük a választ. Mert feltenni egy kérdést még csak-csak, de utána úristen, 84 ezer mérföldes sebességgel rongyolunk el a válasz elől. Ezt hívják bizonyos helyeken a nirvánától való 24 órás félelemnek.
Folyamatosan félünk attól, hogy nehogy feljebb ébredjünk, mert akkor olyat látunk magunkban, amely a kategórikus imperatívussal élve, köszönjük néked Kant, olyasfélére kötelez belül, amit elől nem tudunk kitérni. A saját tapasztalatod a legkeményebb, mert nem tudod meg nem történté tenni. Relativizálni lehet, nézőpontot váltani lehet, meg nem történté tenni nem lehet. Ezért hívjuk a zent felnőtt műfajnak. Nem gyerekként kezel, nem bűnösként kezel, nem úgy kezel, hogy te ne tudnál valamit végrehajtani, minden a lehetőségeink közé tartozik, és a legnagyobb lehetőség az a felébredés lehetősége. Ezt hívjuk Buddha természetnek a Mahajánában, nem csak a zenben, hanem egyéb Mahajána irányzatokon belül is. Ez viszont, ahogy említettem a legelején, ez munka. Itt már a megértés az nem másodlagos, de édes kevés, körülbelül úgy viszonyul a munkához, mint a befőtt címkéje a befőtt tartalmához. Itt vagyunk Baján, a Halászlé fővárosában, de itt nem csak halászlé van, úgyhogy nézzük meg, hogy hányféle befőtt van a polcon, mennyit törődtél a címkével, és mennyit törődtél az üveg tartalmával. És körülbelül így viszonyulnak az írások, a gyönyörű, több könyvtárnyi, fantasztikus okosságokat, megértést és kommentárokat kínáló könyvek ahhoz a tudattartalomhoz, ami valójában ahhoz kell, hogy ezek a könyvek értelmet nyerjenek. És ha már a könyveknél tartunk, nézz meg különböző korokban kiadott könyveket, főleg az elmúlt 100 év nyugati termését, hogy mondjuk mához így visszafele 25-30 évenként mintákat veszel, hogy fogalmaztak, hogy látták a dharmát, hogy látták a karmát, mit tartottak akkor a buddhizmusról, mi az, ami az elmúlt 100 évben ugyanaz maradt, mi az, ami megváltozott. Az én szememben az egyik legnagyobb változás az elmúlt évszázadban az, hogy eleinte akadémikusok, kutatók fordították szótárból kelet kincseit, és az elmúlt 50 évben egyre inkább gyakorlók fordítják. És ahogy a gyakorlók fordítják, az teljesen más. Még akkor is, hogyha a szótári anyag nagyrészt ugyanaz, de a mondatok teljesen másképp vannak összerakva, a fejezetek másképp következnek egymás után, és a könyv teljesen más szemlélettel van megírva, mert a nyugat elkezdte a 20. században tömegesen elsajátítani kelet gondolkodásmódját, gyakorlásmódját, néha cselekvésmódját is. És ez az igazi paradigmaváltás, amikor ugye mérnökök fordítanak mérnöki szöveget, orvosok fordítanak orvosi szöveget, és bizony gyakorlók fordítanak spirituális szövegeket. Mert így teljesen más az interpretáció. Úgyhogy a mai előadás is remélem, hogy hozzájárul ahhoz, hogy nyugaton, így országunkban is meghonosodjon egy olyan generáció, akik tapasztalatból tudják, és nem csak itt kortexből értik, hogy ezek a szövegek miről szólnak. Akik nem csak elméjükben hordozzák az üzenetet, hanem testükben is a tapasztalatot. Mert ha már inkarnálódtunk és a lélek testben van, tessék a tapasztalatot teljessé tenni. Ne álljunk meg csak itt a gyönyörűséges homlokcsakránál. A tapasztalás úgy lesz teljes, hogy tettben, szóban, gondolatban, érzelmekkel, látva, hallva, szagolva, tapintva, ízlelve, csendben, beszédben, álomban és ébrenlétben realizálod, hogy mi ez. Kik vagyunk valójában. Erre az alapra lehet építeni, mert a tiszta, tükörszerű tudat eredetileg nem ismer vonzót és taszítót. Eredetileg nincs benne jó és rossz, keletkezés és megszűnés, élet és halál. Ez az az alap, amiből keletkezik minden. Ez az, aminek nincs neve és nincs formája, meg nem nevezhető hitelesen, meg nem formálható teljesen, de csak tapasztalható. Ez az érzékszervek fölötti tapasztalás letisztítja az érzékszerveket. A gondolkodást meghaladó tapasztalás letisztítja a gondolatokat.
Az érzelmeket meghaladó tapasztalás letisztítja az érzéseket. Nem veszel semmit, csak attól a zajtól szabadít meg, amelytől már eddig sem láttad tisztán a jelt. Semmi más nem veszítesz el, mint azokat az illúziókat, felesleges kötéseket, hamis azonosulásokat, amelyekből már eddig is csak szenvedés származott, és hogyha folytatod, továbbra is ez lesz. Nézd meg, hogy hányféle gyors talpalót végzünk el. Hétvégés, egyhetes, tíznapos, több hónapon keresztüli egyhétvégés, egy éven keresztüli egyhónapos, tehát minden van. Mindenből választhatsz. Mindegyik ígér valamit, és részben teljesítik is. Melyik rész teljesül, melyik rész nem? Mitől nem lesz alapos az, amit elvégzel? Mitől marad ki valami? Mitől nem teljes a kép? És kiderül, hogy ahol szándékosan nem látunk, ahol beépített önvédelem van, ahol azt hisszük, hogy nem tudunk változni, pontosan azt a részét nem látjuk a tanításnak. És előbb-utóbb ki kéne alakulnia annak a primér hagyománynak, legyen az bármilyen, annak az elsődleges tanítónak, legyen az bárki, és annak a gyakorlói csoportnak, legyen az bárhol, álljon bárkikből, ahol te magad az egyéniségedből egészséges módon le tudsz adni. Csak a falaidat kellene lebontani, az utadat ugyanezekből a kövekből rakhatod. És akkor haladhatsz az úton. Akkor az egyévállás tapasztalat meg lenne. Akkor a vízcsepp vissza tudna térni az óceánba, és az óceánnál tudna válni. És ez mind lehetséges. Csak helyes felismerés, helyes elhatározás, helyes cselekedet, helyes erőkifejtés, helyes elmélyedés, ezek kellenének, és megjelenne a helyes életvitel, a helyes beszéd, és a többi. Ez a nemes nyolcrétű ösvény, így szabadon interpretálva, amely a negyedik nemes igazság. Tehát a szenvedésből kivezető út. A Buddha és a rákövetkező pátriárkák nem egyszer, nem százszor, több ezerszer újra végigmentek az alapokon. És ezért megbízható az a hagyomány, ami több millió ember realizációs praxisát tartalmazza. Mert hogyha nem működne, már rég szóltak volna. Az, hogy neked működik-e, az elsősorban rajtad múlik. Úgyhogy én kívánom, hogy mindenki találja meg azt az utat, ahol meghaladhatja önmagát, per félreteheti a duális véleményeit és illúzióit, avagy lejjebb adhat abból az önmagából, amit már nem szeret. Ez a három mondat, ez ugyanazt jelenti, amely közelebb esik a szívedhez, azt jegyezd meg. És igazából akkor kezdődik az utad, amikor van kérdésed. A Buddhánál is ez történt, amikor 28 évesen a mítosz szerint utazást tett a palotából, látott egy öreget, beteget, egy halottat és egy jógit. És megkérdezte a kocsisát. Csunda, a királyokat is eléri a halál? A királyok is megbetegszenek? Azt mondta a kocsisa, igen, felség, a királyokat is eléri a halál, a királyok is megbetegszenek és megöregszenek. Akkor nekem így nem kell ez az élet, mondta Gautama Siddhartha, levágta a haját, ami a ksatria kasztba való tartozási jelképe volt, és bement az erdőbe, és elkezdett gyakorolni. Miért tette ezt? Mert feltette a kérdést a jógi látán, hogy van-e alternatíva. Lehet-e más tudatállapottal, tisztább tudattal, egészségesebb, egyszerűbb lélekkel élni ezen a földön? És megtalálta a választ, nem csak ő, de ő azért elég mélyen megtalálta a választ, hogy lehet. Csak végig kell járni ennek az útját. És amikor rájött arra, hogy ez pontosan micsoda, először egy mondatban fogalmazta meg, ez az Avatamsaka Sutra lényege, ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez annyira új volt az akkori jóga, védánta, egyéb tanok közepette, hogy az aszkéta társai nem értették, azt hitték szó szerint, hogy megőrült. Annyira tiszta, annyira világos volt a jelenléte, hogy ez viszont
mint állítás nem volt tartható, és ugyan ők elpártoltak tőle, de a Buddha semmi más nem tett, mint ezt felbontotta négy tagra, és ez volt a négy nemes igazság. Aki ennek a teljes kifejtését óhatja látni, az a Lotus Sutrát olvassa el. Gyönyörű, skolasztikus, tudjuk, hogy a Buddha nem így beszélt, de a memorizáció az ezt tette az eredeti tannal. A kérdése tehát az volt Gautama Siddhartának, hogy van-e más út, mint amit addig maga körül a palotában látott. És mihelyt volt, elhagyta a kényelmi zónáját, és ezen az úton indult el. Úgyhogy senki nem mondja nektek azt, hogy vágjátok le a hajatokat, az fontos, még ha kevés is van fontos, azt a belső kényelmi zónát érdemes elhagyni, amely a ti fixa ideáitoknak, abszolút értékű nézeteiteknek, változtathatatlannak hit önképeteknek a gyűjteménye. Ez az az otthon, és nem a házszám és utca, amit el kéne hagyni. A mai társadalom nagyon más külsődlegességében, mint 2500 évvel ezelőtt, nem csak azért, mert a Buddha idejében a kutatások szerint kb. 100 millióan éltek az egész Földön, most pedig itt verdessük a 7,8 milliárdot, hanem azért, mert most már van olyan infrastruktúra, létrehoztuk, hogy nem kell elmenned otthonról, hogy legyen például időd meditálni. Csak meg kell tanulni. És odahaza nyugodtan kijelölhetsz egy kis sarkot, a saját dharma zónádat, ahol te gyakorolhatsz, ha akarsz. És követheted az utat úgy, hogy megismered a különböző elektronikus és analóg eszközökön keresztül. Nem kell lényeges külső változás ahhoz, hogy te egy lényeges belső változást végrehajts. Ez a jó hír. Rossz hír nincs, csak dolgozni kell, ahogy azt a legelején említettem, mert csodák nincsenek. Felépített struktúrák vannak, amikor egyszerre ránézel mondjuk egy Notre Dame-ra vagy Taj Mahalra, azt mondja, hát ez csodálatos. Igen, benne van több évtizednyi emberi munka. Egy-két évtizednyi gyakorlás után megnézed, hogy hogy működsz, és világos, hogy nem ugyanazokat a problémákat tapasztalod, mint 20-25 évvel azelőtt. Megváltoztak a problémák, mert megváltoztak a korábbi megoldások. Nem ugyanazokkal kell szembenézni. Úgyhogy, ha van kérdésed, akkor ez megnyitja a tudatot, megnyitja az utat. Ha nincs kérdésed, akkor előbb-utóbb csak kijelentések vannak, és ilyenkor általában panaszkodunk. Panaszkodunk a világra, hogy az milyen, panaszkodunk a másikra, hogy az milyen, és elégedetlenek vagyunk, és frusztráljuk magunkat, és előbb-utóbb másokat is. Tehát érdemesebb kérdezni. És a kérdésnek is sokféle típusa van, vannak a miért-tel kezdődő kérdések, ezek a gyermekeknek szóló kérdések. Nagyon sokszor hallasz ilyet ilyen 2,5 és 7-8 éves kor között, csak miértek vannak. És amikor már egy följebb növünk, akkor vannak a hogyan kérdések, amikor már az ember úgy idősebb, az a mikor kérdés csoport. És amikor nincsenek ilyen karmikus korszakok, ilyen megkülönböztetések, akkor a mi vagy a ki kezdetű kérdések, azok végig, mint egy ilyen álló csillag, végig kísérhetik az életedet, mindig a megvilágosodás erejét hozva. Tehát mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel? Mi az, ami bennem kimondja, hogy én? Mi az, ami meglát téged? Vagy pedig, hogyha már körül vagyunk véve embertársainkkal, akkor ki ez? Vagy kik vagytok? Ezek a kérdések letisztítják a tudat terét, mentesítenek az előfeltevésektől előbb-utóbb, és utána pedig a tisztánlátást hozzák. Ahogy azt az előbb említettem, ehhez kell a bátorság, mert nem lehet nem hinni azt, amit egy tiszta tükör mutat, és a valóság megerősít. Ez pedig a szellemi felnövekvés útja. Így tudunk segíteni magunknak és másoknak egyaránt. Szerintem bevezetőnek bőven elég ennyi, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit. Legyen az bármilyen.
Az volna a kérdésem, az utolsó fejezet, amiről szó volt az előbb, hogyan tudnánk ezt saját magunk vakfoltokkal tele vagyunk, hogyan tudnánk saját magunk megtalálni ezeket, amit mondtál, hogy ki kell menni a komfortzónánkból, és pont amiről azt hiszük, hogy abból állunk, azokat a dolgokat kellene elengedni, azon kellene tovább lépni. Ehhez tudsz valami útmutatót adni? A saját magunkat, légy szíves, definiáld, itt egy egyénre gondolsz, magadra, vagy egy kis csoportra, vagy a családodra, mire gondolsz ez alatt? Hát először egyénre, saját magamra. Világos. Hát magamból szeretném ezt elindítani. Helyes. És utána majd viszem a többieket. Először neked kell egy kérdést föltenned belül, amely a tudat iránytűjét máshova fordítja. És ez egy nagyon komoly előmunkálat. Utána körül kell nézni a spirituális bevásárlóközpontban, hogy emeletenként és üzletenként mi van. És el kell kezdeni ismerkedni azokkal a hagyományokkal, amelyek szóba jöhetnek. És itt nagyon tisztán kell látni. Tudni kell, hogy mit akarsz, de nem elvárásokkal és előfeltevésekkel, végképp nem előítéletekkel. És nagyon hallgatni kell arra a belső hangra, mely még világos, hogy nem kristálytiszta, de pont azért dolgozol és azért haladsz az úton, hogy kristálytiszta legyen. És előbb-utóbb megtalálod némi tapasztalás, némi olvasás, némi ismerkedés után azt az úgynevezett alfa hagyományt, amely nem zár le, de megállapít egy értékhierarchiát, ahol együtt tudsz működni a tanítóval, bízol a tanításban, és be tudsz illeszkedni a tanítványi közösségbe. Ez a zenben a Buddha, a Dharma és a Sangha hármassága. Ez a három legértékesebb, amely nélkül nincs haladás az úton. Nem csak a spirituális kísérletek terén van ez így. Az iskoláktól kezdve a színházakig, a kórházakig, az asztalos műhelyig, mindenhol ez van. Tehát ha ez nincs, akkor haladás sincs, de előtte ugye világosan körül kell nézni, és be kell vallani, hogyha egy választás mondjuk rossz volt, és nem helyesen döntöttél. Az idő viszont véges, és előbb-utóbb meg kell találni azt a helyet, ahol az előbb említett bizalom és együttműködés mellett megfelelő kihívás van. Tehát ami túl könnyű, az se jó, ami teljesen zárt, sziklafalszerűen, meredeken, kemény és megmászhatatlan, az se jó. Ahol azt látod, hogy a belső feladataidat el tudod végezni, és ezáltal megváltozva tudsz segíteni másokon, az valószínűleg jó kiinduló pont. Nem szabad túl sokat intellektuálisan kritizálni, de nagyon jó kell látni belül, hogy valójában hogy működik az a környezet, ahol vagy. Okossággal nem lehet mindent elintézni, és sokkal mélyebb érzékenységre van szükség. Pusztán érzelmi reakciókkal sem lehet helyesen kalibrálni ezt. Türelem, belátás, ott lét, adott környezet, otthon lét, és így az egyén és a csoport egyensúlya, a tanító és a tanítvány együttműködése ki fogja adni ezt neked. És belül figyelsz. Mi az, ami oda vonz, mi az, ami távol tart? Saját véleményed, a tapasztalatod, látszólag te magad, a tanító, a tanítás, a közösség, mi az, ami ezt az egészet generálja? Ne ellenőrizd, lásd. Ne aggódj, ne remélj, ne félj, tapasztalj. És teljesen természetesen irányba fog állni az egész. És amikor megvan az alfa hagyomány, akkor elkezdesz haladni az úton, és ez így, hogyha az ember az intenzív gyakorlat szempontjából nézi, az első 6 hónap, 1 év alatt teljesen kiderül, hogy tényleg oda tartozol-e vagy sem. És akkor elkezd az idő kicsit megváltozni, és hip-hop eltelik 3-5 év. Nem úgy tűnik, mintha esetleg lényeges haladást értél volna el, de ezek a legfontosabb évek. Utána már egyre természetesebben megy, egyre döccenőmentesebben megy a dolog. Onnan tudod, hogy a helyeden vagy, hogy nem szűkít le, de fókuszál. Nem tilt le semmitől, de te magad hagysz magad mögött dolgokat. Ha erősödnek benned a dualitások és az ítéletek, akkor valószínűleg rossz felé haladsz. Hogyha egyre harmonikusabb, békésebb, tevékenyebb, kreatívabb vagy, és egyre nagyobb a szellemi állóképességed, akkor valószínűleg jól csinálod. Minél erősebb az én fala,
annál több illúziót rakunk rá, annál több helytelen azonosulást rakunk rá. Ez biztos, hogy helytelen út, mert ez a fal, ez törni fog. Ez hajlíthatatlan. A tiszta teret, azt nem lehet törni. Nem lehet megütni, nem lehet ráfesteni semmit. Ahhoz valamilyen én felület kell. Úgyhogy a realizációs praxis, az valahol a látással, az egyévállással, a felébredéssel rokon tapasztalatokat hoz, akárhogy nevezi. Akadálytalanabb tudat, félelemmentesebb lét. Ezek olyan ismérvek, amelyek nem kultúra vagy hagyományfüggőek. Úgyhogy kívánom azt, hogy találd ezt meg, és az egyéni, a páros, a család és a csoportos karmát egyaránt tudd megtisztítani. Ugyanis csak az egyiket nem lehet. Valaki nagyon sokat hisz magáról, nagyon tudja, hogy ő kicsoda, belekerül egy párkapcsolatba, és az első héten kiderül, hogy szíve választotja valami nagyon mást gondol róla, nagyon másképp látja, mint ő saját magát. És hogyha bizonyos stációkon túlmegy a kapcsolat, akkor lesz belőle család, mert megszületik a gyermek, és akkor a gyermek kezdi a tükröt tartani a szülők felé. És akkor meg az az önképváltás. Ezt hívjuk az érzékszervi realizáció sebességével való haladásnak, ami kikerülhetetlen. Ez oda-vissza megy. Mi is adjuk, mi is kapjuk, és a környezetünk is. A negyedik a csoport. És itt jön be a szangának a jelentősége. Ez egy olyan kard, amit minden négy tűzben kovácsolni kell. Egyéni, páros, családi és csoportos. Ez egy inkarnáció során nem egyenletes. Tehát nem mindenki él hosszantartó párkapcsolatban. Nem mindenki tagja egy szangának 40-50 évig. Nem mindenki él magányosan 20 évig. Tehát ezek az adott csoportoknak, az adott karma osztálynak ugye a hosszantartó megvalósulása. Nézd meg, hogy neked mi a legnagyobb kihívás. És előbb-utóbb fel kell nőni hozzá. És akkor elkezdjük az aránytalanságokat ezen négy karma osztály között szépen kiegyenlíteni. És ekkor tudod, hogy valamit belül helyre tettél. A bevezetőben hallottam egy olyan mondatot, hogy a bűntudat, ugye az létezik sajnos. Hát ha létrehozzuk, akkor van, bizony. És hogy sokan azt hiszik, sokan azt hiszük, hogy nem lehet kijavítani. Most sajnos én ezzel kapcsolatban, ha például az illető, akit meghalt a lányom, muszáj elmondani, hogy érthető legyen. Fogad őszinte részvétel. Köszönöm. Úgy érzem, hogy talán nem mutattam ki eléggé a szeretetemet, és most bűntudatom van. És most hogyan javítsam ki? Kétféleképpen. Egyrészt lásd, hogy a múlttal való azonosulás, és így a befejezetlen karmával való azonosulás bűntudatot hoz létre, és ez két dolgot gátol. Gátolja a gyász folyamat lezárását, és gátolja más emberek felé a szeretetteli megnyilvánulásodat. Két dologra van szükség, illetve háromra. Az egyik, hogy valahol belül nézd meg, hogy ki vagy te, és lásd azt, hogy ezt a fajta hiányosságot, ezt te hoztad létre. De te vagy az a forrás, amiből ez keletkezett, és ez a keletkezett dolog már nem azonos azzal, aki teremtette. Viszont tőled jött. Teljes felelősséggel és szabadsággal hoztad létre. De miután létrejött, szabadon rendelkezel vele, hogy fennmarad-e, vagy eltörlöd. Olyan érdekes, hogy a gyáripar ezt tudja, de mi belül ezt a lelki ipart, ezt így nem látjuk át. És ezek után következik a két fontos dolog. Az egyik, hogy a gyász folyamatot egészségesen, őszintén, teljes lélekkel be kell tudni fejezni. Ennek van három fázis. Az egyik, a köszönöm. Megköszönöd a lányodnak azt, amit adhattatok és kaphattatok jó szívvel, és örömteli pozitív tapasztalatokkal zárult. A második, a bocsánat és a megbánás. Megbocsátjuk egymásnak és megbánjuk egymás előtt azokat a negatív szenvedéshez vezető tapasztalatokat, amelyek a múltunkban voltak. És a harmadik, az elköszönés.
Tehát mind a pozitív dualitásokat be kell hozni középre, és úgy látni, hogy azok voltak, és leválasztódni róluk. Mind a negatív dualitásokat vissza kell hozni középre a pillanatba, és leválasztódni róluk. És ezt a folyamatot belül addig folytatni, amíg az teljes nem lesz, és így a lélek kútja ki nem ürül. Mert ki ürül. Minden keletkezett múlandó, minden karma véges. És amikor az elköszönés megvalósul, mert a dualitások pozitív és negatív polaritását egyaránt kihúztad az azonosság rétegből, akkor lezárul a gyász folyamat, akkor el tudod engedni. És akkor ő is el tud engedni téged. Amíg fogod ennek a botnak az egyik felét, és én a másikat, addig össze vagyunk kötve. Teljesen mindegy, hogy az egyik fele az már a nem láthatóban van, vagy pedig még itt van a földön, és ott lakik két utcával arrébb, és állandóan hív. A kapcsolat akkor is megvan. De a törvény az, hogy az inkarnációban minden lehetséges, a nem inkarnálódott állapotban pedig nem. Ezért születünk újra, meg újra, meg újra, hogy folytassuk azt a karmát, amit felhalmoztunk a lelkünkben. Mert szerszámos láda nélkül nem lehet elvégezni a munkát. Meg akarok húzni egy csavart, csavarhúzó kell. Meg akarok engedni egy anyacsavart, villáskulcs kell. Ha nincs szemem, nem láthatok. Ha nincs szívem, nem érezhetek. Ha nincs kránium, agy, nem tudok gondolkodni. Tehát születni kell ahhoz, hogy a lélek mehessen az útján. Fönt nem tudsz semmit se elintézni. Ez nem teher, ez lehetőség. Visszaugrok a kérdés elejére. Ahhoz, hogy ez ne gátolja a szeretet kapcsolatodat, túl kell látni azon, hogy csak a lányodról volt szó. Minden olyan lényről szó van, akihez együttérzéssel és szeretettel kell fordulnod, mert ez a helyes emberi kapcsolódás. Az együttérzés és a szeretet nem azért vallási, meg spirituális imperatívus, mert ezt jó hirdetni, mert ettől jobban érzi magát bárki. Nem. Hanem azért, mert a szerető együttérzéstől érezzük magunkat jobban, nem a hirdetésétől. Az érvényes emberi kapcsolat az, amely boldogságot, szeretetet, megértést, felemelkedést hoz, és ami pusztulást, elsötétülést, háborút, egyebet, azt pedig nem szeretnénk. Az ember ebből a szempontból egy nagyon megjósolható lény. Tehát ahhoz, hogy másokhoz is szeretett kapcsolat fűzzön téged, ahhoz ezt rendbe kell rakni, hogy ez ne legyen akadály. És akkor működni fog. Sokat figyeltem mostanában azt, hogy hát magamon is észrevettem, hogy bántunk másokat azért, hogyha mondjuk ellenünk hibát vétettek. Ez így most a bűntudatról jutott eszembe. És mi ennek az oka, és mivel lehet ezeket a helyzeteket úgy a helyén kezelni? Vagy? Mi a bántás? Tehát mondjuk valamilyen érzelmi töltettel reagálni arra a hibára. Tehát egy igen komoly negatív érzelmi töltettel. Tehát a bennünk keletkezett feszültséget lényegben a hibát elkövetőn vezetjük le. Mi a különbség a reaktív tudat és a tükröző tudat között? A reaktív az a saját reakcióját vetíti ki, a tükröző pedig a tükrözi azt, ami a másikat történik. Nagyon fontos különbség, ezt jegyezzük meg. A reaktív tudat csak a saját duális karmáját pöki vissza a másikra, a tükröző tudat viszont pontosan azt tükrözi, amit kapott a másiktól. Még így is néha le kell gyengíteni a második esetben, hogy a látást azt ne ködösítse el a saját reakciónk. Tehát pontosan annyit tükröz belőle vissza, ami a megértéshez kell. Ami ahhoz, hogy lássa be a hibát. Tehát ezt nem lehet se gyengén, se erősen csinálni. Másképp beszélsz egy kétajtós szekrényhez, meg egy 7 éves kislányhoz. Oké? Nézd meg, honnan és kitől jött a hiba. Milyen motiváció volt. Ezt nem lehet intellektuálisan bekalibrálni. Nézd meg, hogy a tükrözésből mi lesz. A saját duális reakciót, te mit szeretsz, kit szeretsz, kinek tartod magad? Mivé leszel azáltal, ahogy visszajelzed a hibát? Ezért kéne mondjuk a dühös reakcióktól megszabadulni, mert hogyha csak dühvel tudok az ellenem elkövetett hibákra reagálni, akkor egy méregzsák leszek, és ilyen kis
elképesztő kis szörnyetekként fogok újra születni valami dzsungelben, amely csak harapni tud. Két fogsorral. Ákapcsonként. Az nem jó. Mi az, ami láttat? Tehát addig kell ezt az egész visszajelzést finomítani, amíg az illetőben nem látja, hogy hibázott. És utána segíteni kell neki a kijavításban. Ez a másik, hogy az opozíciót felszámolod, és úgy állsz az oldalára, hogy nem a saját nézőpontodat számolod föl, hanem segítesz neki abban, hogy ő is elfoglalhassa a tiedet. És lássa, hogy pontosan mi volt a hiba. És akkor ebből a kijavításból származhat valami, ami több, mint a puszta adok-kapok. Mert azt azért már nagyon sokan kimondták, hogyha itt csak szemet szemért és fogad fogért lenne, akkor előbb-utóbb csak világtalanok lennének, akik nem tudnak semmit sem megrágni. Egy tanítvány megkérdezi a zenmestert, hogy mi a különbség kettőjük közül. A zenmester azt mondja neki, hogy nincs köztünk semmi különbség. Erre a tanítvány jár leföl, gondolkodik, ezt látja a mester is, azt mondja neki, hogy most látok egy különbséget, te úgy látod, hogy van köztünk különbség. Szóval ez lenne a kérdés, hogy van-e az zenmester és a tanítvány között valamilyen különbség? Mi a probléma? Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a tudat mindenkinél, ugye a tudat az úgy azonos. Tehát nem, a tudat, most gondolkodsz. Én épp ez az, hogy nem szok, igen, most gondolkodok, ez igaz. Hurrá, itt meg is álltunk. Azonos, hiba. Különböző, hiba. Most mi a kérdésed? Hogy tulajdonképpen az embernek ugye van egy teste, meg van egy lelke. Ugye, hogyha ebből indulunk ki, hogy a lélek nem hal meg, az tovább él. Ezek előfeltevések. Igen, a lélek most meg tud halni, amíg testben van, és a következő pillanatban újjáalakítja önmagát. A Buddha azt tanította, hogy ez a lélek, mint fix én nem létezik. Nincs semmilyen abszolút értékű alkotó része. A lélek minden darabja cserélhető, újraalakítható, tisztítható. És ezt a saját meditációs tapasztalatot gyönyörűen bemutatja. Tehát ilyen máshonnan hozott axiómákkal itt nem jó operálni, mert gyakorlatilag kihúzom alól a talajt, és így bum, így le. Tehát a saját kérdésedet tett föl. Tehát a lélek nem azonos a tudattal? Most, hogyha... Hát azonos a tükör a tárgyával? Nem. Hát akkor? Ez lett volna a kérdés tulajdonképpen, hogy a... Na hát sikerült, de egy kacifántos volt, hallod? Ne bújjál zenmesterek mögé. Nem jó, mert áteresztik a golyót. Térből vannak. Legyél szíves a saját kérdésedet föltenni, ami tényleg foglalkoztat. Kicsit a gyakorlatról beszélnél, amellyel kicsit közelebb tudunk kerülni ehhez a tükörszerű tudathoz. Jó. Amellett, hogy a részletes gyakorlati instrukciók holnap fognak elhangzani, mégis helye van a Dharma beszédben azért, hogy lásd az elmélet és a gyakorlat közötti hidat. A gyakorlat pontosan olyan, mint hogyha egy páncélszekrényt szeretnél kinyitni. Ez az én kőkemény, vastag lemezszekrénye. Mozdulatlan test, mozdulatlan elme, mozdulatlan beszéd. Tehát nem mozdul, nem beszél, és csend van, befelé figyel. És amikor a lélegzet figyelésén és a testtartás figyelésén túl a tudatot is elkezded ebbe a pillanatba hozni, az a legnehezebb, akkor kinyílik a széf. Nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat. És amikor a harmadikról beszélünk, a tudatról, akkor nekünk három nagy gyakorlati kategória van. A nagy kérdés föltétele, erről ma már beszéltem, ez a mihez kérdés. Egy mantra gyakorlata, amivel a tudatot egy szép tűzfallal körülveszed, és az éberség fényét tapasztalod egy idő után, miután leválasztottad a tükröt a tárgyáról, a tudat megszűnik önmagára, vagy a lélekre ugye így ártó hatással lenni, és a harmadik pedig a térés a hangok figyelése. És hogyha ebben a pillanatban te jelen vagy, és a térben 100%-osan itt vagy, akkor hallod az összes hangot, sőt, felfogod a nem akusztikus rezgéseket is. Tehát a legfinomabb a térés a hang figyelése, a közepes erősségű a kérdés használata, és a legkomolyabb védelem és a legerősebb ide
kötés, az pedig a mantra gyakorlata. Mind a hármat fogjuk gyakorolni holnap. Erre azért van szükség, mert a lelki alkatunk más és más. Három ajtó ugyanabba a szobába. Ennek a felirata az, hogy pillanat. És ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Tehát napokat, órákat, heteket tudunk elemzésekkel eltölteni, csak azt a pillanatot nem vesszük észre, amikor valamilyen gondolati, érzelmi, beszédbeli, cselekedetbeli karma szétütötte az összeszedettségünket, megszüntette az éberségünket, letakarta a tükröt valamilyen illúzióval, akkor hibáztunk, akkor estünk szét. Akkor ment a gondolat, az érzelem, a tett és a beszéd így négy különböző irányba, és vége. Akkor darabokban vagyunk, és kis kanállal kell összeszedni a padlóról önmagunkat. Nem kell idáig eljutni. Tehát a tudatnak az állóképességét, a tükörnek azt a fajta tűrését, amivel a tárgyát kibírja, és nem törik be alatta, nem kezd el hullámzani, nem kezd el vonzani, taszítani, gyűlölni és szeretni, hirtelen szétesni múltra, jelenre és jövőre, és a múltat okolni, és a jövőt remélni, és a jelentől félni. Ismerős? Na ez mind nem kell. Enélkül lehet élni. Lehet meghalni. És lehet újra születni is. Így ezért tesszük ezt, és ezért gyakorlunk, hogy ez valóság, ez tapasztalattá váljon. Ez ott kulminál, hogy szépen, helyesen, pillanatról pillanatra felismered a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen cselekszel. És a helyesből, ahogy azt ma már mondtam, olyan eredmény származik, amely boldogsághoz, szeretethez, kiegészüléshez, olyan eredményhez vezet, amely magunkon és másokon egyaránt segít, amikor helytelenül abból szenvedés, pusztulás, háború, egyebek, szegénység, éhínség, stb. Származik, mert szűklátókörűen, önző módon teljes sötétségben döntöttünk, és ekkor ez hatással van így a világra és önmagunkra. Ez nagyon egyértelmű. Azért gyakorlunk, hogy a tudat tiszta legyen, és amikor ez a képzeletbeli lemezszekrény az énnek a zára kinyílik, akkor mindenki... És mit találok belől? Semmit, de eltűnik a szekrény. És így jó. Ez az igazi megszabadulás. Mindenki várja, hogy ott legyen az isteni lényeg, a gyémánt, a megvilágosodás, a titkos lótusz. Ezért nem működnek az ígérgető ezoterikus tanok. Mindig csalódáshoz vezet. És éppen ezért, amikor eltűnnek az akadályok, akkor tisztul le a tér. Amikor a Buddha az éntelenség, az anátman tanát tanított, annak rengeteg aspektusa van. Az egyik az, amit már említettem a mai napon, hogy a léleknek egyetlen egy darabja sem állandó, vagy változtathatatlan. Ez a karma törvénye. Viszont az is benne foglaltatott, és ez az akkori filozófiát érintette, nem szűnt meg ez az érintettség a mai napig, hogy a legfensőbb, legmagasabb lényeg, az átma brákman nem születik, nem testesül. Ez azért kellett, mint alaptétel, mert annyi attribútumot raktak rá keleten, mint az Isten fogalomra nyugaton. Hát hányféle istenkép született az elmúlt 22 000 évben? Több 10 000 könyvnyi vita van róla, hogy most melyik az igaz és melyik nem. Ugyanilyen probléma van a lényeggel, vagy a Buddha állapottal később, Bodhidharmáig, a keleti filozófiákban, mert olyan mennyiségű attribútumot raktak rá a lényegre, hogy már eltűnt alatta. Teljesen. Ezt a Buddha az utolsó darabig lecsupaszította, mert a tapasztalatában nem volt semmilyen fix attribútum, abszolút értékű tulajdonság, és éppen ezért ki lehetett mondani, hogy a legmagasabb rendű az nem név, nem forma, nem születik, nem hal meg. A klasszikus mondat az, hogy az átma brákman nem testesül, nem lép be a létbe. Én így a reinkarnáció és a karma dolgairól szeretnék kérdezni, hogy ugye bár van rossz és jó karma is létezik. És ha létrehozod, van. Igen, és hogyha mondjuk így például ebben az életben nézzük, hogyha egy múltunkból, egy másik életünkből hoztunk magunkkal rossz karmát, akkor ezt így hogyan lehet megkülönböztetni arról, amit ebben az életben csináltunk, és a múltbéliről, és hogyan lehet ezt megoldani? Egyszerű.
amit ki kell javítani, az most érvényes, ami a múltban elmúlt, az ebbe a pillanatban nem lép be. Nem kell intellektuálisan kotorászni. Fel kell ismerni, hogy ebbe a helyzetbe, ebbe a pillanatba, ebbe a kapcsolatba mi lép be. Ezért mondja a Gyémánc Szutra azt, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Visszafordítva, ha meg akarod érteni a múlt, a jelen és a jövő összes karmáját, akkor ebből a pillanatból kell kiindulnod, mert ez teremti. A múlt ide torkollik, a jelen itt tornyosul, és a jövő ebből keletkezik. Úgyhogy itt nem kell sokat matatni. Nagyon világos, hogy ami ebben a pillanatban jelen van, az a múltból ide származott, még az azonosság tudatban élő karma, per a csoportban élő karma, a családban élő karma. Meg szokták kérdezni, hogy Szunyi, mi lehettem én előző életemben? És akkor együttérzően azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy mi voltál az összes előző életedben, mert ebben ez lettél, itt az eredmény. Ha nem tetszik, tessék rajta változtatni. Ugyanez, hogy mi lehetek én majd következő életemben? Amit most csinálsz, most gondolsz, most érzel és most mondasz, illetve megkötöd a saját azonosság tudatoddal, az fog a lélekben összecsomósodni és énként tovább menni. Amit elengedsz magadból és kiraksz a hátizsákodból, az bizony itt marad, a gyönyörűséges földi entrópiában szét tud oszlani, te pedig azt viszed magaddal, amit ebben a könnyített hátizsákban csak szükséges felszerelésként a következő életre fontosnak tartasz. Itt a lehetőség. És hogyha már csoportban gondolkodik, kikkel lehettem én kapcsolatban korábbi életeimben? Jó minden kérdés jó kérdés, amely megnyitja a tudatot a felébredés felé. Teljesen mindegy, hogy személyi igazolványt tekintve kikkel álltál kapcsolatban korábbi életeidben, mert most mi veszünk téged körül. Jól nézd meg, mi vagyunk a korábbi karmád terméke. Nézd meg, hogy miért születtél például magyarként Bajára? Hova? Pestre. Bűnös város. Te. Én is ott szoktam. Mi az, ami idehozott? Miért nem mondjuk, hogy a Kárpátokon túlra? Most mindegy, milyen égtáj. De nem oda születtünk, nem a szomszédországba születtünk, ide. Nem a szomszéd városba születtünk, épp abba. És nem a szomszéd lakás családjába, hanem épp a sajátunkba. Mi az, ami a csoportodba, a családodba hozott? Ezt a karmát tessék belül ugyanazzal a gyönyörű, tükörszerű, térszerű tudattal polaritásmentesen, remény és félelemmentesen látni, és akkor az egyéni karmára is nagyon szépen rá lehet látni. És akkor működik. Akkor működik a gyakorlat. A türelem, minden válasz bejön, csak ezt a pillanatot tarts tisztán. Nagyon szeretném azt elérni, hogy sőt, talán szeretném legjobban az életemben, hogy nagyon jó trombitás legyek, és ugyanakkor életem ezen részére nagyon-nagyon sok... Komoly zene, jazz vagy egyéb? Inkább jazz. Hát akkor gyorsan egy Miles Davis feliratú pólót kell vásárolni, rongyá hallgatni az összes felvételét. Na most ehhez miért én kellek, mondjad? Hát azért, mert nagyon sok karma van lerakódva, hogy úgy mondjam. Nem trombitás jellegű karma? Ezzel összefüggő szerintem. Tehát az a baj, hogy nem is tudok kellően éber lenni, amikor gyakorlok, akkor sem. Tehát, mi vonja el az ébet? Annyira egyszerű, hát amikor hangszeren játszol, egyé válsz a hangszerrel, előbb-utóbb a manuális, kinetikus képességek egyé válnak a tudatosságoddal, intellektus érzelmek, és akkor kialakul egy alapszintű művészi tapasztalat, ami az egyé válás tapasztalása. És ezt kell szépen bővíteni, hízlalni, mint a jeget, rétegről rétegre. Na most minden oda nem tartozó karma az éghető. Az éberség tüzében elég, és utána szépen konvertálni lehet, és be lehet építeni a trombitás karmába. Trombita gyakorlás közben csak trombitálj, és kész. Ne ellenőrizd, hogy azonos, különböző, egyé váltam, szétestem, majd a trombita játék megmutatja, hogy milyen tudatállapotban vagy. Csak trombitálj, és kész. Tehát az egyé válás pillanata az nem nehéz, csak el kell jutnod ide. Ezt meg tudod tenni például művészi tevékenységgel.
a meditáció gyönyörű tárgyatlan tudatát gyakorolod, akkor előbb-utóbb mindennel. Autóvezetéssel, erdei sétával, az, hogy kézen fogod a párodat, és akkor megszűnik az a fajta belső zaj, amit az elme állandóan produkál, mert állandóan újra akarja definiálni önmagát. És egyre hamarabb, egyre világosabban térsz vissza a pillanatba, mert ezt a hangot meghallani igazán könnyű. De megtartani azt a tudatot, amely a következő mikromásodpercben még tiszta, de utána elkezdi a karmája újra gyártani a rétegeket, az illúziókat, az önképet, a világképet, a satöbbit, ezért kell gyakorolni, és évtizedeken keresztül. Ez maraton, kérem szépen, nem sprint. Vannak gyorsasági szakaszok, elvonulás, nehezített, intenzív hét, stb., amikor üveghangra kihúzatod az éberségedet. Mit bír? Összerodjik-e bárhol? Feladja-e? Elkezd-e panaszkodni? Lehúz-e másokat? Vagy pedig gyönyörűen emelkedik, megtapasztal egy utazó magasságot, és ott szépen megpróbál megmaradni. Ez a megmaradás ebben a tiszta tudatban, a mindennapokban, ez az igazi feladat. És ezért kell gyakorolnunk, ha tárgyas meditációt, lásd művészet, akkor azt, ha pedig ülünk a párnán, és elviseljük a karmánk hány torgását, és közben leválasztódunk róla, meglátjuk, honnan jön, hová megy, miből táplálkozik és mit táplál, akkor meg azt, de az alapokig mindig vissza kell térni, és az ebben a pillanatban jelenlévő tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, ez az alap. Erre bármikor építhetsz. Ha trombitálást, akkor azt. Ha nagybőgőzést, akkor azt. Jó? Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, azt, hogy ma Baján, ebben az elképesztően meleg nyári estén összegyűltünk, és a darmára fordítottunk közel 2 órát. Remélem, hogy minél hamarabb újra összegyűlhetünk, akár holnap a gyakorlaton, akár a templomunkban, különböző zen programokon. Együtt haladhatunk az úton, elérhetünk egy felébredettebb tudatállapotot, és ezáltal megszabadítjuk magunkat és másokat is a szenvedéstől. Köszönöm szépen!